Megemlékezés. Március 15-e a magyar nemzeti identitás egyik alapköve, a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Kárpátaljai magyarság hegyi panziót vásárolt a magyar kormány támogatásával a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Designer drogok. Magyarországon minden tizedik felnőtt fogyasztott már drogot, a fiatal felnőttek közül pedig minden ötödik. Március 15-e a magyar nemzeti identitás egyik alapköve, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra megyeszerte megemlékeztek az állampolgárok. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az 1848-as márciusi ifjak a mai fiatalok számára is példaképek lehetnek. Az akkori eszmék kortól függetlenül közösek a magyarok számára, ezeket az emlékeket az utókor számára is meg kell őriznünk. Kemecsén a honvédelmi miniszter is részt vett az ünnepségen, a megyei központi megemlékezést idén Tiszavasváriban rendezték. A honvédelmi miniszter is elhelyezte az emlékezés virágait Kemecsén Répási Mihály honvédtábornok sírjánál. Az a forradalmi szellemiség, ami 1848-ban több országban is megjelent, végül Magyarországon érte el a csúcsát, itt alakult igazi szabadságharcá, hangzott el Benkő Tibor ünnepi beszédében. Minden nép szabadságra vágyott, de csak a magyarok voltak képesek ezért életüket is feláldozni. Ez a szabadságharc elbukott. De az az eszmeiség, az mindvégig megmaradt. Magyarország beírta nevét és történelmét nem csak Európa, de a világ történelmébe. És azt mondtam, ha nem ismerjük a múltat, nem tiszteljük a múlt történelmét, nem értjük meg a jelent. Ha nem értjük meg a jelent, akkor nem tudunk jövőt építeni. Ebben az évben Tiszavasvári adott otthont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepségnek. A közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, a hazájukért kiálló magyar emberekre a mai korban ugyanúgy szükség van, mint 1848-ban volt. Napjainkban persze a helyzet más. Csatáinkat nem hadszíntereken, nem harcmezőkön kell megvívnunk, de ha nem is a szó, a fogalom katonapolitikai vagy hadtudományi értelmében, de hadban állunk. Alig ha téveszthetjük szem elől azt a tényt, hogy sorsfordító időket élünk, és épp oly nagy szükség van a helytállásra ezeken a hadszíntereken, idézőjeles hadszíntereken, ahol nem fegyverek és harcok folynak, hanem az ész, az értelem és a szív fegyverével kell küzdenünk azért, hogy megőrizzük azt, amit örökül kaptunk, és amelynek érett gyümölcsét ma élvezzük, a ma élő generációk. Rabok voltunk, mostanáig kárhozottak, ős apáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A forradalom politikai vezetői között találjuk az első kormány elkötelezett tagjait. Ők nem csak nevek voltak, hanem közkedvelt egyéniségek is, akiket tudásuk és tapasztalatuk lehetővé tett egy születő nemzet irányítására. Emelte ki ünnepi beszédében a térség országgyűlési képviselője. Kevesen tudják, de 1848 tavaszán Pest-Budán volt Európa egyetlen vértelen forradalma. Példaértékű nemzeti összefogással válvetve küzdött a jobb jövőért a plebejus költő, a tanult ügyvéd, a magyarság ügyéért elkötelezett arisztokrata, a katonai pályára lépett nemes.
A magyar sajtónap alkalmából Zépintye Zsolt, a Nyíregyházi Televízió riportere vehette át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés emlékérmét az elmúlt közel 20 év munkájának elismeréseként. Ismét a Magyar Posta nevében próbálják átverni a hiszékeny embereket hamis hirdetések, e-mailes kampányok után napok óta már SMS-ben is csalók trükköznek a vállalat nevében. Mint a Világgazdaság cikkéből kiderül, nyereményjátékot hirdetnek és kattintásért cserébe komoly értékű nyereményeket, a legtöbb esetben mobiltelefont ígérnek. Nem meglepő módon az MLD-as SMS elküldése után senki sem kapja meg a nyereményét. A posta azt kéri az ügyfeleitől, hogy fokozottan ügyeljenek adataik védelmére, és hagyják el azokat a weboldalakat, amelyeken nincs feltüntetve adatvédelmi tájékoztató és vagy játékszabályzat. Hegyi panziót vásárolt a magyar kormány támogatásával a Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesülete. A beruházás a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását is szolgálja, tekintettel arra is, hogy a határon túli magyarság körében leginkább Kárpátaljára jellemző a több gyermek vállalása. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Kárpátalja legdinamikusabban fejlődő civil szervezete, amely indulásakor 34 magyar családot egyesített, míg jelenleg közel 700 nagycsaláda tagja. A szervezet eredményes működését jelzi, hogy a tevékenysége mintegy 3500 embert érint, az elmúlt évben pedig több mint 100 programot bonyolítottak le. Ezekkel a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását is szolgálja az Egyesület, miközben a programjaikkal és a beruházásaikkal a családok hétköznapi életét is segítik. Sok olyan nagy családjuk van, akiknek egyszerűen fizikailag nincs lehetősége arra, hogy a gyerekekkel együtt üdüljenek, mert nincs elég pénzük például. És ezért jutottunk el arra elhatározásra, hogy egy egyébként magyar tulajdonban lévő és eladó panziót vásároljunk nekik az Uzsoki hágó bejáratától néhány kilométerre, tehát igazán festői környezetben egy Viharos nevű településen, egy vadvölgy panzió fantázia névre hallgató, nagyon szép természeti környezetben fekvő létesítmény, és ennek a felújítási első szakasza zárult a hétvégén, amikor a sajtómunkatársainak ígéretünkhöz híven bemutattuk az Egyesület vezetőségével ezt a panziót. Az ő filozófiájukhoz mérten ez egy önkéntes munkahétvége volt egyébként, amikor néhány nagy családos szülővel és gyermekkel együtt kitakarították a panzió környezetét, hiszen a felújítási munkátok második szakasza is elkezdődik, és azt hiszem, hogy ha ugyanezzel a dinamikával haladunk tovább, akkor egy teljesen egyedi, valóban egy nagy családbarát, és az év 12 hónapjában használható színvonalas vendéglátóhelyet fogunk kialakítani, amely nem csak ezt a szociális küldetést töltheti be, hogy az Egyesület rászoruló nagycsaládos tagjai juthatnak el nagyon kedvezményesen üdülni, hanem természetesen nyitott valamennyi kárpátaljai szervezet számára. A rászoruló nagycsaládosok megsegítése mellett a miniszteri biztos kiemelte Kárpátalja anyagi támogatását is, melyhez a kormány számos forrás biztosít, valamint olyan programokat is indítanak, melyek a külföldi magyarság anyaországhoz való integrációját szolgálják. Ezekben kiemelt szerepe van a Nyíregyházi Egyetem ukrán tanszék újraindításának, egy 5 helyszínből álló alkotóház hálózat vásárlásának, de ezek mellett Rákóczi lovasszobrot is állítanak, magyar és ukrán nyelvtan folyamokat is indítanak, és folytatják a kárpátaljai óvodák fejlesztését is. Ez egy 47,6 milliárd összköltségvetésű Kárpát-medencei óvodaprogram, amelyből egy bő 6 milliárdos keret szabódott Kárpátaljára. Ez ott mélyreható változásokat jelentett már is, és jelent az óvodák világában. Ebben a pillanatban 13 felújított óvoda vár éppen átadásra, miközben már 50-et meghaladta az átadott felújított óvodák száma, és néhány új intézményt is átadtunk, például a Viski Református óvodát, vagy a közelmúltban a Munkácsi Szent József Római Katolikus óvodát, vagy a Mezővári református egyház tulajdonában, de községi fenntartásban működött, és további új óvodák várhatók, hogy ne hagyjuk ki a görög katolikusokat sem. Mágyfaluban néhány héten belül egy új görög katolikus óvodát is avathatunk. Tehát én azt hiszem, hogy azt a
csoportot és azt a réteget céloztuk meg, nem tudván persze még akkor a fenyegető nyelvtörvény ügyét, amelyben mindig is szabadon lehet majd magyar nyelven oktatni, és a magyar mesevilágon keresztül pedig a gyermekeket a magyar kultúrához kötni. A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjával kapcsolatos határozatban rögzítették. A kormány egyetért, hogy kiemelten fontos a kárpátaljai magyar nyelvű intézményes oktatási rendszer megőrzése, ezáltal a magyar anyanyelvi oktatás biztosítása Kárpátalján. Ezért a miniszterelnök általános helyettesének, Semjén Zsoltnak kell gondoskodnia a feladat megvalósításáról, amikre az idén 3 milliárd 560 millió forintot, jövőre 3 milliárd 510 millió forintot, 2021-ben pedig 3 milliárd 15 millió forintot kell biztosítani a költségvetésben. Március 19-ig igényelhetik a látássérültek, hogy Braille írással készült értesítőt küldjön nekik az európai parlamenti választásról a Nemzeti Választási Iroda. Ugyancsak jövő keddig igényelhető az egyszerűbben megfogalmazott tájékoztató. A választás eljárásról szóló törvény alapelvei között szerepel a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának segítése. A fogyatékossággal élő választópolgár ahhoz, hogy élhessen választó jogával, például Braille írással készült értesítőt és könnyített formában megírt, azaz egyszerűbben megfogalmazott tájékoztatót igényelhet. A szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhat, voksolásához pedig Braille írással ellátott szavazósablont kérhet. A Braille írással készült értesítőt és az egyszerűbben megfogalmazott tájékoztató anyagot március 19-én 16 óráig lehet kérni online a választás.hu oldalon, személyesen vagy levélben pedig a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti választási irodában. A Nemzeti Drogfókuszpont 2018-as jelentése szerint Magyarországon minden tizedik felnőtt fogyasztott már drogot, a fiatal felnőttek közül pedig minden ötödik. Legtöbben marihuána, illetve hasis fogyasztásról számoltak be, pár éve azonban megjelentek az úgynevezett designer drogok, amelyek leginkább az ország szegényebb vidékén jelentenek nagyobb problémát. Akik ezeket a szereket használják, legtöbb esetben nem tudják, milyen anyagokat visznek be a szervezetükbe. Jelenleg Európa szerte 670 designer drogot tartanak számon, hazánkban csak az elmúlt két évben 32 darab újat jegyeztek be. Akik ilyen szereket használnak, legtöbbször nem tudják, hogy pontosan melyek azok az anyagok, amiket a szervezetükbe juttatnak, leginkább csak sejtik vagy hallották valakitől. Sok esetben a marihuánával azonosítják a szereket, mert például biofű néven árusítják azokat. Maga a bio és a herbál szó is egy olyan üzenetet ad a fogyasztónak, mintha egy olyan növényi alapanyagú, természetes szert használnának, amit nyugodtan bevihetnek a szervezetbe. Nem tudjuk valójában, hogy mekkora a baj. Azt tudjuk, hogy nagyon sokan használják. Sokkal több az, aki kipróbálja, viszont azért jó néhány fiatal rendszeresen használja ezeket az anyagokat. De tekintettel arra, hogy ezek vegyi laborokba kísérletezett, gyakorlatilag frissen előállított anyagok, mielőtt kikerül az utcára, semmiféle biológiai tapasztalat, vagy olyan fajta vizsgálat nem történik, ami azt vizsgálja, hogy az élő szervezetre ezek közeli és hosszú távú hatásai milyenek lesznek. Így valójában nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy azok a fiatalok, akik most életük egy szakaszában, néhány hónapon keresztül rendszeresen használták mondjuk ezt a herbál gyűjtő néven szereplő kémileg előállított tudatmódosító szert, és később abba hagyják, élnek egy rendes életet, lesz-e valami következménye? Lesz-e valami olyan károsodás az idegrendszerben, vagy hogy az a károsodás később kiheverhető-e, az idegrendszer megújuló képessége mennyire tudja leküzdeni ezeket az ifjúkorban elszenvedett traumákat, ami egy még fejlődésben levő idegrendszert érnek ilyen szerekkel. A másik probléma, hogy ezeket a designer szereket nem vegyészek állítják elő, legtöbbször zuglaborokban készülnek, és azt sem lehet tudni, hogy az előállításuk során milyen tisztasággal és körültekintéssel készítették az anyagokat. Az előállító ipar részéről semmi más cél nincs, csak a pénzszerzés. Leginkább a 10 éves korosztály, a 20 éves életévei elején járó fiatalok azok, akik veszélyeztetettebbek. Egyrészt nagyon olcsók, nagyon könnyen beszerezhetők internetről,
nagyon sokan azzal ringatják magukat, hogy ez nem illegális, mint az egyéb klasszikus szerek, tehát ha rajta kapják őket, hogy ilyet fogyasztottak, akkor ők mentesülnek mindenféle felelősségre vonástól, és hát a bulikban keringenek ezek a szerek, fel lehet készülni. Valamilyen hatást várnak tőle, hiszen valaki mondta nekik, hogy ha innen rendelsz, akkor ilyet kapsz, és akkor nem tudom, laza leszel, vagy jobban fogsz pörögni. Attól függ, hogy mi volt ez a kiinduló vegyület, amire ez a kémiai módosítás megtörtént, de sokszor nem azt kapják, és akik rendszeresen használnak ilyen anyagokat, azért sokszor elmondják, hogy mindig érzik, hogy hol történik a váltás, érzik, hogy ez a szer most nem olyan, amiért ugyanazon a néven, ugyanonnal szerzett be, mégis sokkal hamarabb kiütötte magát, sokkal több mellékhatása volt. Nagyon sokszor megfogalmazzák azok, akik kipróbálták a klasszikus marihuánát, mondjuk meg egy ilyen biofűként árult valamit, hogy sokkal hamarabb érzik azokat a hatásokat, hogy nehezített lesz a légzése, hogy a tüdejének ezek valahogy nem jók ezek az anyagok, mert még a marihuánás cigit szívta, addig nem volt ilyen légzési nehézsége, viszont azt is elmondják, hogy sokkal inkább érzik azt egy-egy ilyen anyagnak az elszívása után, hogy elkezdik kívánni. Tehát úgy tűnik, hogy ezeknek az anyagoknak az addiktív potenciája esetleg nagyobb, mint mondjuk egy marihuánáé. A Santa Carmen szakkórház egy felmérést is végzett azok között, akik több hónapon keresztül rendszeresen fogyasztottak herbált és az osztályukon kezelték őket. Egy intelligencia tesztet töltettek ki az érintettekkel, ez alapján mérhető tanulási képesség csökkenést tudtak kimutatni, valamint mérhető volt a memória funkciók csökkenése is. A szakemberek a gyakorlatban is látják, hogy ezek a herbál fogyasztók nehezebben koncentrálnak. Sokkal hamarabb elveszték az érdeklődésüket és a kíváncsiságukat a világ iránt, hiszen a szer hatására olyan nyugalmi állapotba kerülnek, hogy nem vesznek tudomást a jövőről vagy a napi gondjaikról, mesélte dr. Erdélyi Ágnes. Azt is hozzátette, hogy minden szer használatnál akkor kezdődnek a bajok, ha valaki az adott szert, legyen az drog vagy alkohol, egy probléma megoldására használja. A fogyasztóknak azonban csak egy töredéke jut el valamilyen rehabilitációs intézménybe. És az a töredék is nem önszántából. Legtöbbször valamilyen külső presszióra család észreveszi, segíteni próbálnak. Csak nagyon nehéz annak segíteni, aki maga ezt nem tartja problémának. Hiába magyarázza a család, hogy ők ezt és ezt a változást látják, sok mindenre nem emlékszik. Hát vannak olyan függő betegeink, akik most már így a tisztulás közepén önmaguk is megdöbbennek, hogy 5 évre nem tudnak számot adni maguknak 5 év történéséről, hiszen álmosta a szerhasználat. Sokszor már iskolában észreveszik egy diákon, hogy bár szerfogyasztó, de még nem függő, ezért nem gondolják olyan súlyosnak a helyzetet. Azt viszont fontos leszögezni, hogy talán egy középiskola sem jelentheti ki magáról, hogy a saját intézményében nincs szerfogyasztás, illetve a szülőknek is fokozottan kell figyelni a gyermekükre, például attól, ha egy buli után nem érzik az alkoholszagot, de a fiatal túlzottan jókedvű vagy furcsán viselkedik, érdemes elbeszélgetni vele, tette hozzá dr. Erdélyi Ágnes. Egy fiatalkorban meghozott felelőtlen döntés akár hosszú évtizedekre megváltoztathatja egy szerfogyasztó életét. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a pénzügyminisztérium kedden benyújtott javaslatát, június 1-től még inkább megéri állampapírt vásárolni, mivel az azt követően kibocsátott lakossági állampapírok kamata után nem kell majd adót fizetni, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közleményben kiemelték, a javaslat elfogadása esetén a magánszemélyek a bankszámla költségeken is sokat spórolhatnak, hiszen jelentősen csökken a pénzügyi tranzakciós illetékmértéke. Lakossági átutalások esetén a pénzintézetek ügyfelenként évi 800 forinttal letudhatják a tranzakciós illetékfizetési kötelezettségüket, ismertették. Abban az esetben, ha a magánszemélynek az adott évben nincs egyetlen egy 20 000 forint feletti átutalása sem, akkor a 800 forintos illetékfizetési kötelezettség alul is mentesül a pénzintézet. A könnyítések összességében akár 27 milliárd forintot is hagyhatnak a magánszemélyeknél, derül ki a közleményből. Most pedig híradók végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Március 15-e a magyar nemzeti identitás egyik alapköve, az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcra megyeszerte, megemlékeztek az állampolgárok. A 48-as márciusi ifjak a mai fiatalok számára is példaképek lehetnek. Az akkori eszmék kortól függetlenül közösek a magyarok számára, ezeket az emlékeket az utókor számára is meg kell őriznünk. Kemecsén a honvédelmi miniszter is részt vett az ünnepségen, a megyei központi megemlékezést idén Tiszavasváriban rendezték. Hegyi panziót vásárolt a magyar kormány támogatásával a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A beruházás a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását is szolgálja, tekintettel arra is, hogy a határon túli magyarság körében leginkább Kárpátaljára jellemző a több gyermek vállalása. A Nemzeti Drogfókuszpont 2018-as jelentése szerint Magyarországon minden tizedik felnőtt fogyasztott már drogot, a fiatal felnőttek közül pedig minden ötödik. Legtöbben marihuána, illetve hasis fogyasztásról számoltak be. Pár éve azonban megjelentek az úgynevezett designer drogok, amelyek leginkább az ország szegényebb vidékén jelentenek nagyobb problémát. Akik ezeket a szereket használják, legtöbb esetben nem tudják, milyen anyagokat visznek be a szervezetükbe. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 15-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb. Hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!